Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltvad Kerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozót adnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. 29 év a közéletben, beszélgetés Lehocki Ferenc polgármesterrel. Közösségi felültetés a városban. Főzőverseny a Szüreti Fesztiválon. NB1-ben a férfi asztali teniszező. A közéletben eltöltött éveiről beszélgettünk Lehocki Ferenc polgármesterrel. Ezt a beszélgetést láthatják a következő percekben. 29, hát ezt szokták mondani, gombócból sem kevés, nem, hogy a városi közéletben való részvételből. Szokott azon gondolkozni, polgármester úr, hogy hogyan csöppent bele ebbe az egészbe? Hát igen, ezt úgy sokszor megkérdezik, és az utóbbi időben végig gondoltam valóban, hogy keveredtem én a politika közelébe. Hát azt gondolom, azt tudják sokan Soltvadkerten, hogy 77-ben kezdtem el dolgozni a Jó Reménység Szakszövetkezetbe. Én először főiskolát végeztem Zsámbékon, mezőgazdaság üzemgazdászként, és onnan már gyorsan jött a 80-as évek vége, és hát 82-83-ban elvégeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet, és hát elérkezünk a 89-hez, és hát ilyen nagy és sokak által ismert emberekkel kerültem én akkor kapcsolatba, mint fiatal agrár szakember, és a Kisgazdapárt a legerősebb párt volt itt Soltvadkerten. A Szarka Józsi bácsi, Kocsenda Anti bácsi, Hirsch Imre bácsi, Eiler Imre bácsi, nagyon sokakat mondhatnék, és talán a legmélyebb indító lökés az volt, amikor a Kocsenda Anti bácsi, meg a Szarka Józsi bácsi elvittek 89. június 16-án a Nagy Imre temetésre. És hát ott akkor már hallottam itt televízióból, rádióból, a Göncárbádról, Fónai Jenőről, stb. És ott a Hősök terén a Göncárpád személyesen, meg a Fónai Jenő is odajött, és a Józsi bácsit nagyon nagy szeretettel köszöntötték, mert hát ők együtt töltöttek hosszú-hosszú éveket börtönbe az 56-os események miatt. És talán ez indított arra, hogy indultam, fölkértek, hogy induljak a 90-es önkormányzati választáson, és hát így belekerültünk a politika, illetve a közéletbe. És hát tényleg, mint ahogy említettem, ilyen nagy elődöktől, mint a Berkecz László polgármester úrtól sokat tanultam, és talán érdemes arra is kitérni, hogy a Berkecz László polgármester úr megtanított bennünket a konfliktus kezelésre. Megtanított bennünket arra, hogy amikor feszült volt a hangulat, akkor hogy lehet egy jó viccel tovább lépni, mert azért a 90-es években egy képviselőtestületi ülés az volt, hogy hajnalig tartott. És szintén a nagy elődhöz tartozik az is, hogy és a konfliktus kezelésnek egy jó technikája volt az, és azóta is visszük tovább. Én magam is vittem, és úgy remélem, hogy a temerini polgármester úr is fogja vinni tovább. Ez egy soltvadkerti hungarikum talán, hogy minden képviselőtestületi ülés után van egy fehér asztal melletti vacsora. És ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig valamelyik képviselő a vendéglátó, és ott megbeszéljük azokat a dolgokat, amelyeket esetleg nem úgy láttunk a képviselőtestület ülésen, nézetkülönbségeket próbáljuk megismerni a másik álláspontot is, és ez nagyon jó technika, nagyon jó lehetőség volt arra, hogyha esetleg olyant mondtunk a képviselőtársunknak a képviselői vita kapcsán, amit nem
illett volna. Azt utána rendezni lehetett, és ez nagyon sok feszültséget feloldott, mert óhatatlan az, hogy megsértünk valakit, de a lehetőség ott van, hogy minél előbb rendezni ezeket a konfliktusokat. Ez a technika, ez nagyon jó volt erre. És talán azt is nyugodt szívvel mondhatom, hogy 2006-ban egy nagyon jó alappal, nagyon jó gazdasági háttérrel rendelkező önkormányzat polgármestere lehettem. Csak hadd mondom azt, hogy ezt a szép termet is akkor 2006-ba adhattuk át, vagy akkor abban az időszakban adtuk át a megújult Hősök terét, abban az időszakban adtuk át a Kossuth utcai sétányt. Tehát egy nagyon jó alapra tudtunk építeni, mert ez az első két ciklus az az alapok letételével telt, és ez szintén az elődömnek köszönhető, hogy rendkívül sok pénzt költöttünk mi az első 8 évben arra, ami nem látható beruházás volt. A gázbevezetés, szennyvízhálózat képítés, Solt-Vadkert ezekben mindbe a úttörő szerepet játszott. Hát látjuk, hogy most is vannak még tőlünk sokkal nagyobb városok, és még a csatornázás, ami mindig küzdenek. De hát mi elérkeztünk azért 2006-ra oda, hogy tényleg lehetett a látványosabb beruházások felé is elmenni. És hát ez a 2006-2010 közötti időszakban is adottak ilyen lehetőségek, így emlékeim szerint, ha visszanézek, akkor a Lukács Parknak a felújítása akkor történt meg, a iskola melletti iskolaköz sétány kiépítése. Szóval sok ilyen feladatot tudtunk akkor továbbvinni, és akkor eldöntöttük azt, mert volt lehetőségünk, és láttuk azt, mert testvértelepülésekre jártuk ki, hogy az intézményeinknél nagyon nagy lehetőségek vannak arra, már fejlesztési igények. És akkor elkezdtük az intézmények felújítását, egyesített szociális intézménnyel, energetikai felújítást elkezdtük, utána folytattuk a Bocskai utcai óvoda felújítást, Arany János utcai óvoda felújítást, tűzoltók, stb. És hát talán nem is hirtelen túlléptem itt az egyik nagy beruházáson, a művelődési ház beruházásán. Ez is egy nagyon nagy előrelépést jelentett. Ahogy az intézmény felújításokon jelentős részén túljutottunk, akkor jött egy következő fázis, az energetikai fejlesztések, hogy minél olcsóbban, minél hatékonyabban tudjuk üzemeltetni, működtetni a várost. Ennek volt az első ilyen zászlós hajója, a közvilágítás korszerűsítése. Nagyon komoly energiamegtakarítást tudtunk elérni. Lényegesen lecsökkent a közvilágítási költségünk a ledes közvilágítással. És hát talán szintén elsők között voltunk az önkormányzatok között, akiknek sikerült a hivatalt felújítani, energetikailag korszerűsíteni. És a hivatal tetejére került itt a járásba is talán elsők között az önkormányzatoknál napelem. Már, ha jól emlékszem, 2012 óta a hivatal nem fizett villanyszámlát, mert napelemek termelik meg az energiát. És ezt vittük tovább a többi intézménynél is. De vannak még ezen a területen is, hála Istennek, feladataink. Sokan nem tudják, mert tényleg igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy sokszor még a jó híreket se adjuk tovább, bár én mindig igyekszem a jó híreket továbbadni. Hát most napokban lesz majd, vagy kerül átadásra egy fél megawattos naperőmű itt Solt-Vadkerten, önkormányzati területre, MVMS beruházással, a szennyvíztelep mögött több mint 1 hektáros terület. Ha valaki kimegy arra, látja, körbe van kerítve, és a napelemek termelik az energiát. Mi
úgy vagyunk ebbe benne, mint önkormányzat, hogy ismét egy nagy lépést tettünk a zöld város felé, és úgy is természetesen, hogy a területet bérbe adtuk a beruházónak, és egy iparűzési adó alannyal ismét gyarapodott Solt-Vadkert városa. És itt, ha térek egy picit még, majdnem elfelejtettem ezt is, azért nagyon nagy dolog Solt-Vadkerten az, hogy egy olyan vállalkozói bázis van a mindenkori városvezetés mögött vagy mellett, ami szintén országos összehasonlításba is dobogós helyet foglal el. Nem vagyunk egész 8000-en itt Solt-Vadkerten, és több mint 1700 iparűzési adóalany vállalkozás van itt Solt-Vadkerten. És itt Solt-Vadkert is ebből a tekintetben első volt, hogy becsüljük meg a vállalkozóinkat, figyeljünk oda a vállalkozók érdekeire, a vállalkozók véleményére, a városfejlesztés, városépítés, város jövője szempontjából. És a 2000-es évek elején indítottuk el elsők között, természetesen elsők között vezettük be az iparűzési adót is. Ennek következménye volt, hogy egyre jelentősebb helyi adóbevételek gazdagították a várost, és hát nagyon régóta, hosszú idő óta, még a Berkec polgármester úr idejében indítottuk el a minden év március-áprilisa környékén fogadjuk és köszönetet mondunk a legnagyobb Solt-Vadkerti adófizetőknek. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a képviselőtestület találkozzon a város kiemelt adófizetőivel, találkozzon a város kiemelt alapítványi támogatóival, és nagyon jó alkalom arra, hiszen a parlamenti képviselőink is itt vannak, hogy a törvényhozás képviselővel is találkozunk, mi képviselők is, és a vállalkozók is. A Solt-Vadkert a közös jövőnk csapatának szervezésében közösségi felültetésre vártak mindenkit nem régiben. A város ezzel a megmozdulással csatlakozott az országos faültetési felhíváshoz, hogy zöldebb, élhetőbb környezet alakuljon ki a településen. Egy nagyon szép napon vagyunk ma itt, hiszen közösségi faültetésen vesztek, illetve vehetünk mi is részt. Minden apropóból hogyan sikerült ezt a napot összeszervezni, kik és milyen egyesületek szervezték, illetve kiket vártatok a mai napon ide? Még a választási kampány közepén indult egy kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen városi faültetés, amit mi kezdettől fogva támogattunk, de nem szerettük volna, hogyha ez kampány rendezvény is irányul. Úgyhogy mi akkor azt javasoltuk, hogy igen, legyen faültetés, de legyen ez a választás után. Hogy tényleg szüksége van a városnak újabb zöld területekre, fákra, de ne kampányokból álljunk-e mögé az ügy mögé. És hát nem sikerült azt elérni, hogy mindannyian, minden civil szervezet a választás után álljon be ebbe a dologba. Úgyhogy voltak, akik a választáson más listán indultak, még a választás előtt is ültettek fát, mi pedig, ahogy ígértük, a választás utáni első szombatra hívtunk össze mindenkit, nem jelöltünk meg senkit, hogy ki jöhet, bárki. Igazából nincsenek is szervezeteken mögött, az tény, hogy a Komszol Kft. Segít kiszolgálni bennünket eszközökkel, vízzel, stb. De bárki jöhetett ma, és így elég szép mennyiségű fa összegyűlt, 18 tuja, amit az óvodák használnak fel, körülbelül 20 fűzfa, amit itt a záportó környékén ültetünk el, és 15 darab gömbkőr is. Ezek a fák részben adományként, részben pedig a Komszol Kft. Vásárolta őket, de a többség az adomány volt. Ez egy új kezdeményezés. Lesz-e folytatása? Hosszú távon gondolkodtok-e abban, hogy faültetések legyenek Solt-Vadkerten, esetleg úgy, hogy mindenkit bemondva, tehát ahogy említette, civileket, egyesületeket, különböző szervezeteket? Igen, ebből egy hagyományt szeretnénk teremteni. Talán célszerűbb lesz egy hónappal később. Most is látjuk, hogy milyen ragyogó meleg idő van még. Ugye fát talán jobb ültetni, amikor már minden fajta fáról lepotyogtak a levelek.
Tehát minden évben, talán inkább november elején szeretnénk egy ilyen faültetést, és ebben aztán tényleg nem szeretnénk senkit kizárni a legszélesebb összefogásba, aki ebben részt szeretne venni. Nyilván a Komszol Kft. Segítségével, közreműködésével, és hát valamiféle szakmai irányítással, hogy hova kellene most, hol célszerű, hol hiányzik, vagy hol van a legjobb helye egy-egy ilyen faültetésnek, ezt jó, ha valami szakmai segítséggel határozzuk meg. Lehet, hogy ez az alkalom azt hiszem arra is jó, hogy itt az új képviselők, illetve az újonnan megalakult képviselőtestület tagjai is megismerjék egymást. Ezt hogyan látod? Így van, ez egy jó közösségépítő esemény. A jelenlegi képviselőtestület zöme itt van, úgyhogy én abba bízom, hogy a jövő évi faültetéskor még szélesebb körbe lesz ez, és tényleg teljesen politikától meg kampánytól mentesen az eredeti célok miatt fogunk összejönni. Közösségi faültetésen veszünk részt. Voltál-e már esetleg hasonlóban, vagy számodra mit jelent a zöld növényzet a fák ültetése? Hát hasonló munkálatokban vettem már részt, de az nem faültetés volt, hanem inkább ilyen tereprendezéses történetek. Nyilvánvalóan itt a tó körül mindenkinek az az álma, hogy egyszer egy olyan park alakuljon ki, ahol egy sétálás, egy esti világításos programot el lehet tölteni, és ennek az első feltétele az, hogy egy szép környezetet alakítsunk itt ki, ami fák nélkül elképzelhetetlen, és hát ezt kezdtük most meg, tudjuk azt, hogy nagyon sok feladat van itt, tehát az első lépéseket igyekszünk megtenni. Az önkormányzat számára hogyan látod, mennyire fontos a zöld növényzet, esetleg az ökológiai dolgok, lehet-e ennek jövőképe itt Csoltvadkerten? Igen, ez nem csak a Csoltvadkerti téma, hanem egész Magyarországra, sőt mondhatom egész Európára jellemző, hogy az iparosodás miatt ugye a légszennyezettséggel most nagyon sokan foglalkoznak, hát ezt a faültetéssel lehet valamiképpen kompenzálni. Vannak még ötleteink a városon belüli megvalósításra, meg hát ugye ott is ültettünk fákat most a délelőtt folyamán. Én úgy gondolom, hogy ezt a projektet folytatni kell, és hát szeretnénk azt elérni, hogy a vadkertre, hogyha jön valaki, akkor megismerje akár a növényzetről, akár pedig olyan egységes képről, ami máshol nem jellemző. Mennyire lehet megmozgatni az embereket egy ilyen rendezvényel, ilyen programmal? Én azt gondolom, hogy ha itt körbenézünk, akkor látható az, hogy mindenki mellé tud állni, nagyon sokan mellé tudnak állni egy ilyen kezdeményezésnek. Akik úgy gondolják, hogy Csoltvadkert a szívügyünk és Csoltvadkert a közös jövőnk, az azt gondolom, hogy itt van, és hát tevékenyen részt vesz ebbe ennek a célnak a megvalósításában, hogy egy élhető és szebb várost képet kapjunk magunk Csoltvadkertről. Úgy gondolom, hogy számodra egy kellemes programon veszünk részt, hiszen a borászat, a szőlőtermesztés egy kicsit összefügg a zöld növényzetfejlesztő programmal is. Te hogyan látod ezt, mennyire fontos a város számára, hogy több fa, több zöld növényzet legyen Csoltvadkerten? Igen, több szempontból is nagyon fontos ez. Egyrészt, mert az élhető zöld környezet mindenkinek, a gyerektől az idősekig mindenkinek nagyon fontos, és való igaz, hogy hozzánk nagyon közel áll a természet. Egyrészt a borászatból adódóan is, sokat vagyunk kint a természetben, és legalábbis igyekszünk sokat kiírni, és én szenvedélyes kertész is vagyok egyébként otthon, úgyhogy nekem ez a szívemből szóló igazi szenvedélyes program, úgyhogy én ezt nagy örömmel szerveztem és vettem részt rajta, úgyhogy reméljük, hogy lesz folytatása továbbiakban is. Láttuk ott, hogy több fafajtát ültettetek el, tujákat, egyebeket. Van esetleg kedvenc fád? Kedvenc fám? Az almafa az egyik kedvenc fám, tehát most nyilván itt most nem erről van szó. Nincs kedvenc fám. Én mindegyik fát szeretem. Nyilván itt most a legfontosabb itt az volt, hogy milyen fát ültetünk, hogy a helyi igényeket, illetve a rendelkezésre álló helyet próbáltuk összehasonlítani, vagy összehozni a felajánlásokkal. Ugye az óvodák elsősorban tujára tartottak igényt, ott nincs már túl sok hely. Nagyon fontos az egységes városkép is, tehát szeretnénk azt elérni, hogy 5-10 év múlva, hogyha minden évben egy ilyen szervezett faültetést mi elindítunk, akkor hasonló fákat ültessünk, és ez egy szép városképhez tud majd későbbiekben hozzájárulni. Hogyan látod, mennyire fogékonyak az ilyen programokra, illetve magára a zöld növényfejlesztő eseményekre a lakosok? Lehet nyitott füleket találni?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Én nagyon szeretném ezt hinni. Én amikor elindultam a választásokon, én magam számára azt fogalmaztam meg, hogy én közösséget szeretnék építeni. Nekem ez a legfontosabb. A munkánkból adódóan is mi mindig közösségekkel dolgozunk, és itt szerintem a közösségnek nagyon fontos ereje van. És ez egy igazi program. Most egyébként a természet is hozzájárult ehhez, mert gyönyörűen süt a nap. A gyerekeink kint vannak, ezt látják, hogy együtt vagyunk, és ettől tud egy város közösen tovább lépni, hogyha együtt csinálunk programokat, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. Ragyogó időben sikerült megrendezni ezt a faültető programot. Milyen területekre, hova ment el a mai nap folyamán a csapat? Igen, gyakorlatilag abszolút úgy szerettük volna, hogy jó időnk legyen, és a jó Isten jó időt is hozott nekünk. Több helyen és több helyszínen voltunk, most ahol vagyunk, itt ez az áportározó környéke az utolsó helyszín. Itt ugye pontosan megmondani nem tudom, hogy hány darab fát, de viszonylag sokat ültettünk, és előtte pedig bent az óvodáknál, az iskolában, illetőleg az ABC előtt ültettünk fákat. 18 darab tuját tudtunk elvinni az óvodákba, ahol nem ültettük el őket, mert ők úgy kérték, hogy ők szeretnék majd elültetni maguknak, illetőleg föltérképeztük azt a területet, ahova még kellenének ugye a fák, és próbáltunk gyakorlatilag oda helyezni fákat, ahol nincsen, vagy már ki kellett vágni a fát, illetőleg tervezzük azt, hogy minden évben most már szeretnénk, hogyha ebből hagyomány lenne, akár kettő alkalommal is, ősszel és tavasszal. Hogyan történtek a helyszínek kiválasztásai, hiszen azért több helyre vittetek zöld növényzetet? A helyszínek kiválasztása egyrészt a Komszol Kft-vel próbáltunk ugye egyeztetni, hogy ők mit látnak, hiszen ők vannak napi szinten, ugye a városba járják a várost, illetőleg nyilván egyértelmű volt, hogy az önkormányzati óvodáknál, illetőleg az evangélikus óvodánál is, mint olyan létesítménynél, ahol ugye fontos az, hogy még zöldebb legyen a környezetünk, kerüljenek ugye bokrok, fák, illetőleg tuják. Hogyan látod, vannak-e meg olyan közterületek, ahova még lehetne bőven ültetni fát, zöld növényzetet? Igen, én úgy gondolom, hogy amit mondtam is, hogy szeretnénk évente több alkalommal, hagyományt szeretnénk ennek teremteni, természetesen vannak ilyen helyek, most is tudtunk volna még több helyre is, viszont a fák ültetési rendjében, mint ahogy kikértük kertész véleményét, nagyon sok helyen nem tudtunk még olyan fákat, olyan gyökeres fákat elhozni a kertészetekből, amit le kellett volna rakni, hiszen majd ezt követően novemberben fogják felszedni úgy ezeket a fákat, amiket már el tudnánk ültetni. Tehát most igazából csak azokat tudtuk ültetni, amik már ilyenkor felszedhetőek. Azt hiszem, hogy a tevékenységedhez egy kicsit kapcsolható a mai program, hiszen gazdálkodsz, gondolom szereted a zöld növényzetet, a szép környezetet, és a mai napon egy ilyen programban veszel részt. Mit jelent ez számodra? Így igaz, szeretem a környezetet, szeretek gazdálkodni, szeretem ez mellett a gépeket is, és a mai faültetési, falocsolási programhoz nagyon szívesen csatlakoztam traktorral, locsolóvízzel. Végig locsoltuk a eddig régen elültetett fákat, és a társaim pedig az újonnan ültetett fákat locsolták, ez volt a mai feladatunk. Mit szólsz a fajta választáshoz, hiszen fűzfát ültettetek, tujákat, egyéb fafajtákat, gömbkőrist azt hiszem, mennyire tartod ezt jónak, mennyire élhetnek itt Soltatkerten ezek a növények? Hát itt kint az áportó környékén abszolút jónak tartom a fűzfákat, ugyanúgy a tornapályánál is, innen ugye megyünk oda, mert ott még van feladatunk. Igaz, hogy lassan már dél van, de még nem sikerült mindent megoldanunk, amit a mai napra terveztünk. Hát bent a városban, amiket ültettünk, a fajta váltást rábíztuk a szakemberekre, Schnürlei Andor, a Komszol Kft. Ügyvezetője, illetve segített még Kárpáti Ági, Lantosné Zsuzsa, akik hát ebbe a témában azért otthon vannak, és én bízom benne, hogy ez jó választás volt. Mennyire látod aktív jövőjét ennek a programnak? Tehát hosszú távon ez esetleg élhet ez a nap, illetve napok majd, hiszen gondolom szerveztek majd a továbbiakban is hasonlókat. Így van. Látva az aktivitást, nagyon örülök, hogy ekkora aktivitás sikerült a mai napon elérni. És igazából ugye ez egy üzenet a jövőnek is, nem csak a faültetésbe, hanem úgy összességébe. Ez egy üzenet a városnak. Nagyon nagy a várakozás a városba.
a választásokat megelőzően is nagyon nagy volt. Most is, ahogy találkozom és beszélgetek az emberekkel, nagyon nagy a várakozás, mi lesz, mit tud hozni az új vezetés, mit tud hozni újat az új képviselőtestület, de én nem venném ezt külön, hogy polgármester képviselőtestület, hanem mi városba szeretnénk gondolkodni, azért is hirdettük meg ezt a programot, hogy ne csak a képviselők legyenek itt, hanem többen. Tehát ha azt mondtuk, hogy ennek üzenetértéke van, akkor én üzenem és hívok mindenkit arra, hogy tényleg ez a város dolgozzon együtt, gondolkodjon együtt, és így lesz meg szerintem a jövőnk. A Szüreti Fesztivál idei programjában is meghirdették a főzőversenyt. Az Orci utca végén sok-sok bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb falatok, amiket aztán a munkatársak, a családtagok és a baráti társaságok tagjai fogyasztottak el. Ez a főzés nagyon jól megy Tázláron, most legutóbb Kiskunfélegyházán is főztek. Oda hogy került a csapat? Igen, hát Kiskunfélegyházán ott a Liba napra kaptunk meghívást a megyei önkormányzatnak a sátrába, a kiskörösi járás erősítésében vettünk részt a kézimunkásainkkal, illetve a helyi termékeket próbáltuk népszerűsíteni. És hát én úgy gondolom, nagyon jól sikerült napon vagyunk túl, még akkor is, hogyha a végét az eső egy kicsit próbálta elmosni, de az a hangulat, ami ott volt, az nagyon szimpatikus volt. És ott is volt főzés? Ott mi nem főztünk, ott mi vendégek voltunk a megyei önkormányzatnak a vendégei, a kézimunkásokkal együtt, viszont ide Soltvadkertre már főzéssel is jelentkeztünk, bár nem volt egyszerű megszervezni, mert a településünkön ma lakodalom is van, és a főzőmesterek egy része arra dolgozik, viszont a Soltvadkert és Tázlár közötti jó kapcsolat erősítését mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy meg fogjuk oldani egy ilyen főzéssel, amiért a Dúl Sanyi bácsit sikerült megtalálnunk és fölkérnünk, aki már több főzőversenyen túl van, és most itt is megméretteti magát. Milyen finomságot főz? Birkapörköltet főz, tázlári birkából, és hát ott nevelkedett a tázlári füveken, a legelőkön. Én nagyon szeretném a nézőknek átadni ezeket az illatokat, amiket itt érzünk. Itt az önök bográcsában mi finomság rotyog? Vaddisznót főztünk a főzőversenyen. A főzést a Hírs Imre vadásztársunk főzte. És ki lőtte? Elejtől Szomor Vilmos volt, a jó társas vadászunk. Sok vaddisznót lehet itt a környéken lőni, vagy ezt valahol valahonnan messzebbről hozták? Nem, ez saját. Tehát itt a saját területünkön lőttünk is volt kerten. Mennyi időnként járnak ki vadászni egyébként? Hát kinek mennyi ideje van. Tehát ez idő, kinek mennyi ideje van, tehát hogy mondjam, tehát kinek mennyi szabad ideje van, vagy mennyi tud rászánni. De arra gondoltam ugye, hogy vannak ilyen a vadász idényben időpontok, amikor lehet vadászni, meg nem lehet vadászni, most éppen hol tart? De vaddisznót azt egész évben lőhetjük, tehát az nincsen vadász idényre. Most már tudjuk, hogy finom pörkölt készül, de kinek? Tessék? Kinek? Hát itt a vadásztársaknak, a tagoknak, akik tehát a társágunk tagjainak, meg még aki vendégeket hívott, annak a vendégei. Tehát a tagoknak vendégei. És hány főre számítanak? Hát változó. Tehát úgy nincsen lejelentve, hogy most ki hány fővel jön. Ahányan bejönnek barátok, ez az amaz, és akkor... És vannak kukták? Vannak kukták, vagy csak egy főszakácsban? Hát mindenki kicsit hozzárakott ki, hogy merre. Tehát egyik ízlelgetők jobbra-balra, hogy most ótlan, még egy pici erősebb. Hát ahogy szokás. És vacsorára lesz kész? Vagy hogy áll a finomság? Itt a főzőversenyre úgy mondták, hogy 4 órára legyen kész. Tehát úgy időzítettük. 1 óra körül raktuk, dél körül raktuk fel, aztán lassan elkészül. Vagy hát már majdnem kész. A horgászok nagyon belejöttek ebbe a főzésbe. Emlékszem, hogy a Boris Gasztronapon meg is nyerték a főzőversenyt. Vannak ilyen mesterszakácsok a csapatban? Hát olyan halványan, de van. Igaz, nem ezen a pályán mozog, de nagyon finoman főz, és éppen most ő főz.
Ki az az ő kifő? Hát az egyik halőrünk. Úgy, és ott a gasztronapon is ő főzött? Ő főzött, igen. Igen, és elhozták az első díjat. És mi készül ott a bográcsba? Ez birka, 15 kiló. Nem hal. Nem hal, az ennyi 700-at. Az az igazság, hogy már most a halat azért idén egyszer bevállaltuk, és na most azzal nem lehet olyan nagyon szépen mindig nyerni, de hát most így történt. Na, ez van. Nagy csapatra számítanak majd az elfogyasztásánál? Hát én szerintem igen, mert igaz, hogy mások is főznek, és mások is jó, de én úgy érzem, hogy titkon most, hogy megnéztem, hogy ez azért nagyon finom lesz. Biztos, hogy el fog fogyni. És vendégeket hívtak a Horgász Egyesületből, vagy? Igen, hívtunk azért, meg majd hát később járnak erre, de hát ehet, aki akar. Hát én, ameddig van, addig esznek, utána ne, nincs más. Egyébként, ha már szóba került a halétel, akkor ugye a Vadkerti tónál fogják nagy részt ezeket a halakat. Mennyi hal van most a tóba, vagy mennyire viselte meg a halakat ez a nyári kánikula? Igen, de nem volt olyan vészes helyzet. Egy vagy két alkalommal kellett bevetni a motorsónakokat, illetve a jazzkiket, de nem volt olyan veszélyes. Tavasszal volt egy ilyen időszak, amikor úgy fertőzöttek a halak, de aztán bevetettünk ilyen mészt, és elmúlt. És lehet most jól horgászni a tónál? Hát azért elég sokan horgásznak, most a kárás szezon van, de most azt fogják, de sokan elég jól meg. És sikerre? Sikerre. Hát én tudom, hogy 30 kilót is fogtak, meg ilyen dolgokat. A Soltvadkerti TE asztali tenisz szakosztályának férfi csapata hatalmas előrelépésen ment keresztül a nyár folyamán. A klub egy versenyszabályát a lehetőséggel élve, az NB1-ben szerepelhet a csapattal, és a fiúk magasabb osztályban is jól megállják a helyüket. Az együttes október 19-én hazai környezetben fogadta a Karcag együttesét, akik ellen 10-4-re nyertek. Amikor a Soltvadkerti asztali teniszről beszélünk, akkor elsősorban az embereknek ugye a női csapat sikerei jutnak az eszükbe. Ma pedig itt egy férfi csapatbajnoki mérkőzésen vagyunk, és méghozzá NB1-es színvonalon. Mit lehet erről tudni, milyen út vezetett odáig, hogy egy NB1-es csapatot tudjon a Soltvadkerti asztali tenisz klub kiállítani? Hát úgy kezdődött, hogy a megyei bajnokságban szerettünk volna minél jobb helyezést elérni, hogy indulhassunk NB-s nemzeti bajnokságba. Ez volt az első tervünk. Második lettünk csapat, de az első a Kiskunmajsa nem vállalta, és akkor így második helyről sikerült az NB3-ba benevezni a csapatot. Meg is történt a sorsolás, be is sorsoltak NB3-ba. De egy csoda folytán, mivel van egy válogatott szintű utánpótlás játékosunk, ezért a versenybíróság úgy döntött, hogy elindulhatunk NB1-be, ha vállaljuk. Én természetesen vállaltam, mert már az NB3-ra is olyan játékosokat igazoltam, akikkel simán tudok NB1-es mérkőzést is játszani. Férfi csapatról beszélünk, ugye? Ki ez a kiemelt játékos a csapatban, illetve kik alkotják a gárdát? Igen, hát tulajdonképpen a Lej Balázs miatt van ez a bajnokság, hogy ő az utánpótlás korba tudjon fejlődni. És tulajdonképpen aztán olyan érdekes dolog történt, hogy a Palatinus Martin sikerült ide igazolnunk, aki ugye ekte vadkerti játékos volt utánpótlás korában, csak aztán játszott külföldön, Németországban, Czárdömölkön, és akkor tehát ő a Balázs után ugye a második számú játékos, akkor a Martinnak egy régi ismerősét, barátját egy klubban játszottak, a Pávics Pétert sikerült leigazolnunk. Az Kecskeméten a Mercedes gyárban dolgozik, tehát nincs olyan messze, tehát aránylag tud még edzésre is eljönni. És a másik legnagyobb szerencse még, hogy a Országos Szövetség kitalálta, hogy női játékosok is játszhatnak NB1-es férfi bajnokságba.
és akkor kaptunk az alkalmon, és a lányom, az Ambrus Kriszti a budapesti Erdélyben extra ligában női csapatban játszik, de játszhat NB1-be is. És akkor kölcsönadással az Erdélyből a Kriszti játszhat a Soltvadkerti csapatba, tehát így már három Soltvadkerti játszik a csapatba, csak egy idegen légiósunk van, úgyhogy ez teljesen szerencsés a dolog, és hát így most jó ki tudunk állni. Természetesen már én is játszottam a csapatban, tehát vannak tartalékok, úgyhogy ez teljesen jó. Milyen reményekkel vágtatok neki a szezonnak? Hova férhet oda ez a csapat ebben a bajnokságban? Hát igen, első lépcsőben az volt a tervünk, hogy bent maradjunk természetesen, ugye ez azért nem kis pálya, és hát mindjárt első meccsünkön Debrecenben sikerült egy 7-7-es döntetlen csinálni, ahol egy nagy nevű német Károly, aki 20 évig uralta a magyar mezőn, meg román igazolt két játékos. Tehát egy erős csapat ellen csináltunk egy X-et, és utána volt egy KSI, aki valószínű megnyeri a bajnokságot, tehát azokkal is egész helyt álltunk, 10-4-re kikaptunk, és most ez a harmadik mérkőzésünk, ami most van, Karcag ellen, hát ezt most szeretnénk megnyerni. A többi csapatokat ugye meg nem ismerjük, tehát meg kell ismerni a mezőnyt. Mennyit és hogyan tudtok edzeni, hiszen azért ez egy magasabb szint, gondolom komolyabb munkát igényel. Hát a idegen légiós játékosok, akik azért nem Vadkerten élnek, ők megoldják Budapesten, Kecskeméten, meg Vadkerten is, hétvégén akkor Vadkerten is jönnek edzésre. A Kriszti az ugye Budapesten megoldja az edzését, a Lej Balázsnak meg hát első osztályú játékosok jönnek ide, edzőpartnerek, edzők mindenféle, tehát ő nagyon... Nagyon kiemelten a válogatott szintre neveléssel foglalkozunk, és ő neki minden lehetőséget, mindent megadunk. Régóta figyelem a munkádat, az egyesület munkáját. Látszik, hogy mindig meg tudtok újulni. Ez is egy megújulás, azt hiszem, a mostani csapat, a férfi csapat. Mennyire kihívás számodra ez a magasabb követelmény szint, illetve ez a bajnoki szezon? Hát igen, kihívás, és látom, hogy... Jó a csapat, jó össze sikerült kovácsolnom, gyűjtenem a csapatot, és lelkesek, tehát jó egy összebarátkoznak, jó játszanak, küzdenek, harcolnak, tehát nincs kihúzó a csapatba, és én ezt szeretem. Esetleg akit érdekelne és megnézni ezt a fiú csapatot, a mérkőzéseiteket, az hol érdeklődhet, hol találhatja meg, hogy mikor játszotok, kivel, melyik napokon? Igen, hát megvan egy sorsolás, de sokszor változik az időpont, mert a Balázs nemzetközi mérkőzésekre is szokott menni a válogatottal, és akkor az halasztási ok a csapatnak. Úgyhogy fölrakjuk majd, ez már tervemben van, hogy fölrakjuk a Vadkert TV-re is honlapokra. A honlapon fönn van, azt hiszem, hogy fölraktuk. Természetesen telefonálgatok is ismerősöknek, hát kell figyelni, érdeklődni, és akkor lehet jönni drukkolni. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják. De tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Soltvadkerti magazinnal.